A szín az élet, ahogyan Goethe is mondotta, a színek eredője a fény. Ezért alkalmasak arra, hogy velük a látható valóságon túlra mutassak. Ezt vallja mai vendégünk, aki szerint, ha valaki erősen hisz valamiben, azt érezni az alkotásain. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Aknai János a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festőművész, grafikus, az MMA rendes tagja. A posztgeometrikus alkotók egyik kiemelkedő egyénisége. 1959 és 63 között a debreceni képzőművészeti körben tanult, majd középiskolai tanulmányait a képző és iparművészeti gimnáziumban végezte 1963 és 67 között. 1971-től Szentendrén él. 1972-ben a Vajda Lajos stúdió egyik alapító tagja volt, majd 1976-ban a Fiatal Művészek stúdiójának, 1980-tól a Szentendrei Grafikai Műhely tagjának választották. Első önálló kiállításait az 1970-es évek első felében rendezte, és azóta is jelen van újabb és újabb önálló kollekcióival a hazai és külföldi kiállítótermekben. Állandó szereplője a csoportos tárlatoknak és az országos művészeti seregszemléknek is. Művészete szervesen illeszkedik a szentendrei hagyományokba, a Vajda Lajos, Kornis Dezső, Bálint Endre, Barcsai Jenő, Dein Pál nevével fémjezett, konstruktív szürrealista irányzatba. Művészi alkotó munkája mellett a kezdetektől rendkívül aktív és széleskörű művészeti szervező tevékenységet is kifejt. Számos szervezetben, társaságban, testületben, kuratóriumban is vezető szerepet vállal. 1987 és 93 között a Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége Pest megyei területi szervezetének művészeti titkára volt. 2011-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke. Sok szeretettel köszöntöm Aknai Jánost itt a Kontúr stúdiójában, és hogyha visszatérünk a kezdő gondolathoz, a színekhez, a goethei gondolathoz, akkor ezek a színek tulajdonképpen kaput jelentenek, átjárót jelentenek egy másik szférába? Csuklom, mindenkit üdvözlök, hát jól mondta, tulajdonképpen mindent elmondtak ezzel, elmondott, szóval kaput, átjáró. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a munkáimon keresztül, hogy mondjam, érzékeltessem azt a világot, amit én úgy, hogy mondjam, amire én vágyok, láttam valahol, érzem, megéreztem, gondolom, tehát ezeket próbálom én úgy összevegyítve, hogy mondjam, látomásként, emlékként megjeleníteni. Tudom, ez a lényege. De ez kezdettől fogva is így volt. Nem? Most megütötte a fülemet, hogy amire vágyom, milyen világra vágyik? Ez ilyen. Szerintem az a normális, az ember nyugalomra vágyna, tehát tulajdonképpen egy olyan nyugalmas világra, ahol az emberek, hogy mondjam, kiegyensúlyozottan, hát ezek majdnem, hogy lassan már ilyen demagógia, hogy ezt mondja az ember, hogy szeretne úgy élni, hogy nem csak önmaga, hanem úgy minden környezete is valahogy úgy nyugalomba, szépen, harmonikusan, valahogy úgy, hogy ne kelljen, hát kelljen küzdeni, mert az küzdeni mindig kell az embernek, de valahogy a nagy tragédiáktól vagy kicsit távol. Most nem ilyen világot élünk. És ilyenkor az ember valahogy úgy, hogy én, mint művész talán jobban megtehetem, vagy meg tudom az én saját eszközeimmel teremteni azt a lehetőséget, hogy kifejezzem az én szándékomat, vagy akkor festek egy munkát, képet, nem direktbe jelenik ez így meg, hanem oda menekülök, illetve nem is menekülök, hanem késztet arra a belső énem, hogy megjelenítsem azokat a harmóniákat, amelyek tulajdonképpen, amikor elkészül maga az a festmény, most vegyük csak egy ilyen egyszerű dolgot, amikor az úgy megjelenik az emberek előtt egy kiállításon, akkor örömöt szolgáljon. Tehát érezzem azt, hogy remélem, és remélve azt, hogy ezek
ezeket az ember társaimnak, hogy örömmel fogadják, vagy minden esetben, hogy megszívlelik, vagy hogy jó esik ráni, ez elég az is. Elég az csak, hogy megérinti. Na de én azt mondom, hogy a művészetnek ez is az egyik fontos ilyen kifejezése, hogy kifejeződése, hogy, hogy igenis, hogy teremtsen egy olyan hangulatot, egy olyan valamit, hogy, hogy az emberek szívesen, csak az enyémet, másikat is nézzék meg utána, és menjenek, és járják körbe. Tehát az élmény az ragadós legyen. Hallgatva ezeket a motivációkat, azon gondolkozom, hogy azt már nagyon sokszor elmondta, hogy egészen kisgyermekkorától tudatos volt az, hogy művész lesz. Tehát megvolt ez a művész tudat, de vajon az, ami most itt elhangzott, abból mi volt meg gyerekként ezekből a vágyakból? Talán az a furcsának tűnik, meg lehet, hogy a nagyképnek hat, mert ugye az ember visszagondol arra, hogy, hogy az emlékeimbe kutatva, hogy a szüleim is mondták mindig, hogy na Jancsikám, és úgy hívtak, hogy te mindig festő akartál lenni, művész akartál lenni. És tényleg mindent megtettek azért ők, hogy az én álmaimat, ez egy gyerekes. Igen, de ez nem úgy, hogy most nem tudom, a legjobb iskolákba ide küldtek, oda küldtek, nem voltam jó tanuló sem, hanem a 56-os forradalom után, akkor én általános iskolás voltam már, akkor másodikos, utána 59 elejétől rajzszakkörbe járhatom a Megyesire, Megyesi körbe, Debrecenbe, felnőttek között is voltam, és fantasztikus jó hangulata volt, és hogy én ezt én mindig is komolyan vettem. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, evidencia volt számomra, hogy én egy héten kétszer megyek, vagy háromszor felmegyek a rajzkörbe, elértem azt, és illetve ezt a tanáraim akkor úgy jelezték, hogy na most, na, Bendegúz, mert ez volt a másik ilyen nevem, én esett szemem volt, nem volt a magas, hogy na akkor most leülhetsz oda és rajzolhatsz aktot. Hú, ez olyan fantasztikus dolog volt egy ötödikes gyereknek, a felnőttek között. Tehát nem csak csendéletet, meg hokedlit rajzoltam, hanem úgy, vagy fejet rajzolhattam. Igen, most is annak hangzik, nekem is annak hangzik. De ez akkor ez olyan, tehát ez ugye ez mikor volt, ez az 50-es években. Szóval nagyon jó esett, és emlékszem, hogy mindig a boldogan jöttem haza a Piac utcáról a Hajnal utcáig, és ott végfütyörésztem este, mindig fütyülök, ráadásul még sokszor a festész, amikor festek, akkor is fütyülészek. És mit fütyül olyankor? Kedvenc muzsikákat? Hát például, amikor katona voltam, akkor ez egy 67-69 között, akkor őrségben, amikor álltam, akkor egy egész Rolling nagy lemez végfüldulottam, nekem jó hallásom, és az egészet átolt szedtik, tehát egy-két oldal, az végig dudoltam magam, ahogy fütyülésztem, és úgy, ez teljesen természetes volt, és úgy elfoglaltam magamat ebben. De hát na jó, hát ezek ilyen butaságok, de azért vannak ilyen furcsaságok, hogy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt benne voltam az NK a kuratóriumában, és úgy kicsit elengedtem magam, elfelejtkeztem, hogy én ott ülök egy ilyen nagyon komoly társaságban, és mondták, hogy Jánoskám, te ne fütyűrészel, mert és fontos dolgokról van szó, hát tényleg, hát ilyen történik. De, hát jó, de hát hogyha visszatérünk ehhez a gyermeki, mondjuk úgy, hogy önfeledtséghez, ami ezek szerint most is megvan, ugyanúgy, szóval, hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egyrészt a szüleim milyen támogatóak voltak, másrészt, hogy mi volt meg ezekből a motivációkból már akkor, amiket említettünk még a műsor elején. Hát ezek nagyon erősek voltak. Tehát amikor én onnét Debrecenbe fölkerültem a Budapestre, a fővárosba, a képzési iparmesteri gimnázium a Török Pál utcába, akkor hát egy olyan nem éppen jó tanuló voltam, szóval éppen ilyen 3-4-es között, hát azért úgy. Tudom, aki nem festette ki vonaltól vonalig. Igen, hát akkor nagyon kemény dolgok voltak, és mindig voltak olyan gyerekek, akiket úgy támogatott az akkori hatalom is, meg azért, hogy mondjuk ki nyíltan így volt, hogy annak mindenképp oda kell menni. Na most érdekes módon, hogy a gimnáziumi tanárok egy része az lejött vidékre is a felvételi időre, és akkor, amikor felvételiztem, ott volt osztályfőnököm, mint kiderült, akkor majd később osztályfőnököm, meg jó páran, hát ezek felnőtt emberek, én mondtam, 60, meg az ember úgy volt, és nem is gondoltam, hogy ebből ez lesz. Ez csak jött a levél, hogy Hajdú-Bihar megyéből egyedül engem vettek föl. Se protekció, semmi. Ráadásul ilyen egyéb kategóriás családunk volt, meg minden voltunk, szóval azért nem éppen ilyen szempontból jól eleresztve. És
Ennek ellenére a gimnáziumba fölvettek, hát ez egy óriási dolog volt. És akkor, mint kollégista fölkerültem Pestre, Budára, Várba, nem a Várba, hanem a Gellérthegyre, a Somlói útra, az egy híres kollégium volt. Egyik oldalon a fiú kollégium, másik oldalon a lány, és onnét mentünk át a Kálvin térre, a Törökpál utcában, mindig a hídon keresztül. És kikerülni ebből a védőhálóból, amit a szülők jelentettek, és kollégistának lenni, az milyen külön, élmény volt? Az egy kemény dolog volt. Ugyanakkor érdekes, hogy nagyon sokat jelentett, mert miatt egy közösségbe került az ember, az ország minden részéről. Hát nem is értettük szinte egymást, mert ott egyik az Palóc volt, a másik az Szegedi Ővel beszélt, Vasmegyei Zsével, meg szóval különböző nyelvjárások, amik akkor Magyarországon megvolt, ott minden volt. Tehát volt, amikor így néztünk egymást, hogy ki mit mondott. Aztán, hogy szépen kialakult a dolog, hogy mindenki értette a másikat, de ez egy fantasztikus gimnázium volt, olyan tanárokkal, ha már szinte senki nem él, ugye mind száz fölött vannak, kiváló. Ezeket nagyrészt parkópályára tették 56 utánforradalom után. Szóval művészek, olyan jó művészek voltak, de inkább a tanítani mentek, hogy tudjanak nem csak megélni, hanem ez a hivatásoknak nagyon szépen éltek. Fantasztikus, olyan példák voltak, és még amikor emlékszem, ugye, majdnem a fél osztályt, vagy a jó negyed osztályt megbuktatták érettségi matekból, akkor se volt tragédia, mert hát ábrázolva nagyon jó voltam, hát a másik ez a vizuális rész, a másik rész az nem, de tulajdonképpen ez se volt, akkor se tudtam haragudni, vagy semmi, mert olyan felkészítő tanárunk volt, például a Kertész Antal, a Csizió, aki egy legenda volt, egy hadmérnök, aki szeretett minket, és fantasztikus volt. Jött korrepetálni, és akkor fél a kollégiumba, és akkor tulajdonképpen egy történelmi órát tartott. 48-ról, Görgei Artúrról, hát van, így csüngtünk rajta, úgyhogy nem volt ott matematika. Mondta, a hülyékkel nem foglalkozik, mert is így a többit azt nagyon keményen úgy megrázta. De aztán a póterettségén mindenki átment. Megmondták, hogy mit kell tanulni, én bebifláztam, és megtanultam. Hát most azzal fogunk foglalkozni, hogy mi történt az érettségi után, és úgy tűnik, hogy ez egy idilli sziget volt, és most egy másik idilli szigettel folytatjuk. Aknai János 1971-ben úgy döntött, hogy Szentendrére költözik, ahol rövidesen a helyi művésztársadalom elismert tagjaként társaival megalapította a Vajda Lajos stúdiót. Ehhez a körhöz csatlakozott a most következő festőművész Bereznai Péter is. Mint ahogy a generációm pár tagja, tudatosan Szentendrére jöttünk, abból a megfontolásból, hogy Szentendre volt akkor a mi érzéseink szerint az a hely, ahol a modern művészet még élhető. Nyilvánvaló okok miatt, mert egy vidéki városban sokkal nehezebb volt egy képzőművész élete, főleg ha tényleg a modern művészet iránt volt elkötelezve. Én is így kerültem Szentendrére, azonnal megismerkedtem itt akkor a úgynevezett Vajda Lajos stúdióval. Aknai János egyik alapítója volt a Vajda Lajos stúdiónak. Én 1975-ben jöttem Szentendrére, ők 72-ben alapították a stúdiót. Ő valamikor már egész fiatalon, visszamenve az emlékeibe, minél mélyebbre megy vissza az ember, annál biztosabbá válik ez a vonal, kijelölt egy origópontot, hogy ő honnan indul. És bármikor az élete folytán ő meghatározta, hogy éppen hol tart, ezt egy vonallal összekötve, tulajdonképpen ez az egyenes vonal kijelölt a jövő útját is. Tehát az ő életmű így jellemezhető. Az emlék az ő számára rendkívül fontos. Gondolom, amikor ez a felismerés benne is megszületett, akkor onnantól kezdve például egyfajta festményének a címe mind az, hogy emlék. A művészetről gondolt minden alapkérdésben megegyezünk. Tehát bár ő nyilván egy másfajta személyiség, ő a színekkel, nála a színek rendkívül fontosak, bár ugye ő is konstruktív geometrikus művész, de számomra inkább a forma lényegesebb, tehát nálam lényegesen kevesebb a szín. Talán éppen ezért kedvelem a Jánosnak a nagyon színes képeit, mert benne ez nincs meg.
Mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan került Szentendrére, de ugye Bereznai Péter említette, hogy sokszor adja az emlék címet a képeinek, és azon gondolkodtam, hogy vajon Aknai Jánosnál hogy működik az emlékezés, valahogy úgy, mint Marcel Proust az Eltűnt idő nyomában című regényben a főhősnél, aki megeszi a teasüteményt, és egy asszociációs lánc indul meg a fejében, és visszaemlékezik a gyerekkorára? Hát, mondják, ez... Erre azért nem tudom, könnyű is, meg nehéz is válaszolni, mert abban a pillanatban emléké válik egy dolog, amikor én hozzáfogok a munkához, és most nem biztos, hogy egy fölismertő városrészt csinálok, tehát hogy rajzolok meg, festek meg, vagy valami, tehát nem csak ez is egy lényeges dolog természetesen, hanem az a rengeteg információ, és az a rengeteg, tényleg visszagondol az életére, és a mostanira is, hogy mennyi minden információt kaptam, és kapok meg. És ezeket én gyakorlatilag úgy szívom magamba, és úgy rendszerezem valahol nagyon, tudat alatt is, mert ezt nem lehet nagyon úgy csinálni, hogy mindent patika mérlegre teszek, és akkor szigorúan, és így, és így, és így. Azért belülről jövő ösztönös dolgok is döntenek nagyon sok dologban, és azok tesznek egyfajta, csinálnak egyfajta rendet, azok határozzák meg azokat a dolgokat, hogy én ezt tegyük fel, milyen színvilággal fogom megmutatni kifelé, és ezek a elkészült dolgok már akkor már eleve megint egy lenyomatai lesznek az emléknek. Tehát ez mindig egy ilyen, természetesen nem csak a munkásságban, nem csak ez a vonulata van, mert ugye ott a figurális vonulata, ott az a fajta, ahol megjelenik az a fajta olyan szakralitása, illetve én úgy vagyok vele, hogy minden művészet, amelyik tulajdonképpen belülről jövő, őszinte és korrekt minden szempontból, és nem manipulatív, és hagyományokhoz ragaszkodik, mert azért hagyományok nélkül nincsen. Olyan nincs, hogy na most mindennek van valamilyen alapja, és az nagy elődeink, akik végigjárták ezeket a stációkat, ezek azért, a legősibb, legrégibb dolgokig mentek vissza. És ugyanez áll a szentendrei nagy művészekre, most nem azt mondom, hogy mesterek, mert nem így voltak nekünk mestereink, hanem azok már úgy megkapták ezeket a gyönyörű kifejezést, hanem ők ugyanúgy büszkék voltak a nagybányai hagyományokra, ugyanúgy azokra a korábbi, vagy a nyugat-európai korábbi kortárs hagyományokra, amik, vagy a magyarországira, és ebből építkeztek. És ott kellett nekik megtalálni azt a saját arcot, azt a saját vagy a világukat. Ez nagyon jó, amit például Péter barátom itt elmondott, és nagyon is meglepett, de ez igaza van, hogy kijelöli az ember azt a fajta origót, és azt a fajta egyenes dolgot, és a művészetnél azt azért észre lehet venni, hogy ahol nem manipulatív a művészet, és nem mindig valami után rohangál, mert azért ez is benne van a napjainkban, hogy mindig valamit nézni, figyelni, és oda tenni magamat, és nekem is úgy kell csinálni. Nem jó, hogy csinálok egy másikat, és akkor szinte már nem is én vagyok, nem is tudom, hogy már ki az, aki alkot. Akkor ez nagyon egy nagyon fontos dolog, hogy ez ott legyen. Mert akinek ez nincs meg, az egy arc nélküli valakivé válik. Ha már megint szóba jött Szentendre, mielőtt oda került, azért visszafelé nézve, ha már az emlékek között kalandozunk, úgy tűnik, hogy talán az egy törést jelentett, hogy nem vették fel a főiskolára. Aztán később a művészeti alapba igen, és akkor már hivatalosan is ugye művésznek mondhatta magát, de jól tűnik innen, hogy ez törés volt, és milyen gyógyírt jelentette erre Szentendre? Nézze, ez egy, nem kívánom senkinek se, őszintén mondom, akkor én fiatal ember voltam, én ugye leszereltem, 69-ben voltam, 20 éves, 21-ig beléptem. Tehát 18-es koromban elvittek, mert felvitteztem a főiskolára. Bent voltam végig, nem vettek fel, rendben van. Nem voltam a legjobb tanuló, de
de végigcsináltam egy olyan felvételt, amit nagyon kevesen csinálnak végig, és abból válogattak, ez természetes. Utána jött az a katonai idő, amelyik csak röviden, amelyik tulajdonképpen meghatározta ezeket a dolgokat, mert olyan alakulathoz vitte be, mint egyéb, megmondták, hogy én egyéb vagyok, tehát a családunk egyéb, tehát egy ilyen, maradjunk ebben. Tehát, és leszolgáltam kemény 25 hónapot egy olyan alakulatnál, aminek a múltja elég sáros volt, szép is hazánkban. Na hát, oda tettek. Nem is katonaság volt, ez nem honvédség. És utána meg szerették volna, hogy én információkat adjak fiatal kollégákról, mert ugye tudták, hogy én nekem mi a múltam, én festek, én olyan suliban jártam, olyan, és ezt én megtagadtam, és attól kezdve engem 89-ig keményen figyeltek, 10-en keresztül bejutok mindig a rendőrségre, hát én nem álltam kötélnek, de azért egy dolgot, amit nagyon fontosnak tartottam, és ez a törés, ez úgy törés, hogy még, hát törés persze, hogy megváltoztatta az életemet, mert egyrészt ugye jobban a földön jártam, mint nagyon sokan. Fiatalon kikerültem az életbe. Szentendrére kerültem egy olyan közegbe, ahol olyan nagyszerű emberekkel találkoztam fiatalként, akik partnerként tekintettek ránk, nem csak rám, hanem arra a korosztályra. Hát csak itt, ha elmondom azt, hogy egy Matyó Falvi Gábor, egy Evzán Bölcsi István, a Holdas Gyuri, tehát sorolhatnám, egy olyan emberek sokasága volt mi korosztályunk, akik tulajdonképpen elértük azt annó 1972 őszig, megalkottuk az a Vajdalai stúdiót, egy kicsit nekesebb lett, hogy ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, tett volt részünkről. Ebben részben azért volt egy olyan hatalom is, jól szerette látni, hogy azért hogy együtt vannak ez a társaság. Azért mondjuk előtte már ott volt a templomdombi kiállítások, amit be is tiltottak, hogy kiállítottunk, úgy tiltották be. Ezeket az ember átélte, és ne élját soha senki. Én azt mondom, ezeket az időket, mert ma sokszor megmosolyogtató, hogy ilyen nevetséges volt, vagy amikor megcsináltuk az első közös kiállításunk plakátját, amit a Vujicic Tihamér megengedte, hogy a családi sírboltjáról a barokk keresztbe beírjuk a nevünket, és az volt a plakát. És akkori műfaz igazgató az fölront a pártitkárhoz, hogy jaj, milyen elvtárs, már mindegy. Hát ez itt kereszt van a plakáton. Ez volt a lényeg, a nevünk ott volt. És akkor, tehát ilyen világ volt akkor. És ebben jelentette aztán a szabadságot. Hát igen, és utána azért ott voltak azok az emberek, amikor Rés volt a bástyán, ugye, és akkor 75-76-ban a társaság nagy része bekerült a fiatalművészek stúdiójába, bekerült akkor a művészeti alapba, és akkor tulajdonképpen, hát se kiköpni, se lenyelni, nem tudtak minket, meg voltunk. És ez egy nagy dolog volt. Ez a létezés szabadsága. Létezés, és akkor ebben éltünk, és akkor dolgoztunk, ahogy dolgoztunk, nekünk élni kellett. És ha már ennél a fajta szabadságnál tartunk, az alkotás szabadságát tartom a legnagyobb ajándéknak, amivel életem során megajándékoztak az égiek, és örömmel tölt el, ha másoknak is tetszésére vannak munkáim. Így szól a most következő képzőművész hitvallása. Stefanovics Péterrel, az MMA képzőművészeti tagozat vezetőjével folytatjuk. Személyes, érzelmi alapú kompozíciókat készített, nagyon meghatározó az ő személyes családi tragédiája, a lányának az elvesztése, illetve az angyal témának a ilyetén való megalkotása. Ez egy meghatározó élmény volt, illetve képi világ kialakítása. Ez kapcsolódott, ami szintén Szentendréhez köthető, a szerb ortodoxiával, illetve az ikonfestészettel. Tehát tulajdonképpen az ikon, az angyal Szentendre ötvöződik az ő művészetében. Van, amikor a város karakteres, jellegzetes képi motivumai erősebbek. Ugye itt föl lehet idézni például Kornis Dezsőnek is hasonló kutatásait, illetve képi világába való beépítettségét. Van, amikor meg a érzelmi, szellemi, személyes irányultságok erősebbek a kompozíciókban, de mindenképpen ez a hűség Szentendréhez, a mesterekhez,
az ikonhoz, az angyalhoz, ezek ilyen egymást erősítő fogalmak és folyamatos összekapcsolódások. Ő ugye hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül ebben a, mondjuk úgy, hogy a közösség a szakma által bizalommal megválasztott vezető a MAUE élén, amely mára, mármint a szervezet, mondjuk anyagi bázisait tekintve azért meggyengült, de ebben a pozícióban, vagy egy ilyen bizalmi helyzetben, amiben ő van a közösség által megválasztott vezetőként, a legfontosabb az, hogy folyamatosan ott legyen, és képviselje a szakma szélesebb köreit. És ez legalább annyira fontos, a folyamatosság és a jelenlét, és ez elválasztható, mint közösségi ember az ő életművétől. Természetesen kölcsönhatások vannak, de ez egy fontos, lényeges dolog, hogy egy állandóság jellemzi az ő jelenlétét. Stefanovics Péter utalt ebben az interjú részletben arra a tragédiára, ami érte, amikor elveszítette 8 éves korában a kislányát, és a kislánya, mondhatni, a képeinek viszont éltető erejévé vált, és ahogy fogalmaz, festőangyalként él tovább, egyfajta múzsaként él tovább. Ez a halála után rögtön egyértelművé vált, hogy a képekben születik majd újjá, vagy él tovább? Egyértelmű volt. Egyértelmű volt, és ez egy, hát szóval, hogy mondjam, először meséltem, vagy mondtam dolgokat, hogy nekem megvan a nagy szerencsém, hogy valahol ezt én úgy földolgoztam, vagy próbálom mindig földolgozni, soha nem lehet teljesen természetesen, hogy közkincsé tettem olyan módon, hogy mindenki annyira lehetett. Ez most nem az Aknai Sárika vagy Saroltáról van szó. Most már, amikor megjelenik, ez egy űrangyal, festőangyal, védőangyal, és tulajdonképpen így mindenki élet. Tehát így átényegült, ugyanúgy minden... Így tragédiát transformálni egy általános érvényű... Hát ez egy nagy... Valóvá? Hát így próbálja meg az embert. Tehát ez, gondolom, hogy ez nagyon a... Ez hit nélkül nem nagyon menne, mert aki ezt, hogy mondjam, nem hiszi, akkor úgy, akkor jobb, nem is foglalkozik vele. Szóval nálam, hál' Istennek, ez így alakult, hogy... És ezt így... kell elfogadnom, és igaz, hogy nagyon nehéz, mert mindig sokszor mondják, hogy el kéne engedni, hát mert elengedi, mint mindent megpróbál elengedni, de ez mindig ott marad. De ez az ember úgymond túllép mindig, tehát megpróbál ezen túllépni, és itt az a dolgom, hogy úgy jelenjenek meg, most már nem is ő róla, hanem ő által megszemélyesített ilyen, tehát ez egy számomra egy ilyen úgymond lehetőség, ez néhány hullámokba jön az ember, néha meg úgy vissza kicsit, de hogy mondjam, mindig érzi embernek ezt a, érzi valahol a háttérbe az ott létét, de hát ezt nem akar az ember misztifikálni, mert ki úgy fogja fel ezeket a dolgokat. Hát én azért hívő emberként azért úgy hiszem ezeket, hogy léteznek és létezik, és ez így jó. A saját személyes életében is mondhatni, hogy többször kerülgette már a halál, és aztán mindig fölállt abból a látszólagos életveszélyből, amiben volt. Azt is ezzel a hittel lehetett átvészelni, vagy azt is ezzel a hittel lehet átvészelni? Biztos. Szóval az tény, hogy voltak olyan pillanataim, pláne utóbbi 23 év volt a bizonyos időszakonként, így hát másokat is megkörnyék ez a különböző betegségek, meg különböző olyan dolgok, amik eredményezhetik azt, hogy az ember befejezi az életét, de hál' Istennek ezért én azt érzem, hogy az embernek nem csak a családja, meg úgy egyáltalán a hozzátartozói, a szerettei, akiket szeret és érez, azok azért anélkül nem ment volna sohas egy ilyen gyógyulás, de ez a barátaim része és a szeretteim, meg úgy nagy széles részéről, ha ez nincs meg, akkor ez sokkal nehezebb.
hát tudom, szegény édesanyám volt, úgyhogy szinte belefogyott ebbe az egészbe 2000-ben, nekem volt az a nagy betegségem, és akkor úgy szinte tényleg kiimádkozott. Szóval az hihetetlen dolgokat lát az ember, és ezt se kell misztifikálni, ez egy emberi természetes dolog, aki hisz, akkor ez természetes dolog, hogy ezt megteszi a másikért. Tehát most olyokat kérdezett, hogy nehéz is válaszolni erre, de az nagyon jó, hogy a nagyon sok barátomnak, meg a szeretteimnek, akiket szeretek, és a gyerekeimnek, és a mostani kislányomnak is, aki most már 12 éves, az is ugye adja azt az impulzust, hogy rendben legyen itt magam körül a dolog. De hát úgy néz ki, hogy egy darabig még úgy megadják a lehetőséget. Derűsnek tűnik mindannak ellenére, ami történt. Ezt a derűt, ezt honnan meríti? Hát szerintem a szüleimtől. Hát én azért átéltek nagyon sok mindent. Én vele gondolok, hogy ott vannak édesanyám, édesapám, tehát ők már ugye nincsenek. De ha végignézem az életüket, hogy hogyan alakult, és hogyan fiatalon hadifogság, két bátyámat ott vigyázták Ausztriába, ahol hadifogó volt, ott édesanyám is, aki menekült a kisebbik bátyámmal az ölébe, aki akkor éppen született Érsekújvárot meg, és alig tudták lemozsadni. Szóval nagyon sok minden történt a családdal, aztán visszajöttek, akkor születtek még gyerekek, a nővérem 46-ban, én 49-ben rögtön háború után, és közben azért úgy, hogy nem volt egy fáklyás menet az édesapámnak, se egy közgazda volt, akkor Nyíregyházán dolgozott, utána el kellett jönni, akkor eljött Debrecenbe, és akkor ő nem vállalt semmifajta ilyen párt dolgot, tehát gyakorlatilag ő lehetett volna, nagy karrierbe futhatott volna, ismert volt, közgazda volt, és ő fiatal emberként, mert 13-os volt, és akkor vegyük, akkor még hány éves, hát 40-valahány éves volt. 43 éves volt, 56-ban a forradalom idején, hát fiatal, most a kisebbik fiam annyi. Hm. És átéltek mennyi mindent, és végig konzekvensen, és derűvel, és csinálták, és ez egy nagy dolog. Hát volt ugye a családnak múltja is, azért volt kitől mit kapni, örökölni, amivel az embernek élnie kell, nem elfelejteni és eldobni, nem szégyelni, hanem igenis, hogy ott vannak azok az őseink minden részről, oldalról, akik meg tudták mutatni az életbe, hogy azért voltak olyanok, akik, hát emlékszem, amikor engem így próbáltak beszervezni, és belegondoltam, hogy te jó Isten, az én őseim, akik 48-ban harcoltak, meg még török időkben is, azok meg hát, ledöftek volna egy kardon, hogyha ilyen belemegyek egy aknai. Szóval volt az ember, hogy ilyen, hát hogy gondolták ezek? Szóval mit gondolnak? És akkor ez muszáj, mert ha ez nincs, akkor az ember elmegy, elúszik. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert most következik valaki, akit jól ismer. Gulyás Gábor művészettörténész még hozzá, aki Aknai János kiállításának kurátoraként is szerepet vállalt, így nem csak szakmai, de emberi jellemzést is adott vendégünkről íme. Ő egy nagyon nyitott, jó ember. Az ilyen embertípusra mondjuk azt klasszikusan, hogy jó ember, akivel jó együtt dolgozni, nem bánt meg senkit. Tényleg a karakterében van az a nyitottság, ami a képén is felfedezhető. Azt gondolom, hogy bár néha egy ilyen absztrakt stílusúnak tűnik, amit fest, de hogyha egy kicsit jobban megnézzük, akkor látjuk, hogy ezek nem a klasszikus absztrakt kategóriába tartozó művek, mert olyan motivumok jelennek meg, amelyek ott is szólnak valamiről. Neki a legnagyobb témája az az angyal, az angyalság, és az angyal sokszor ilyen antropomorf alakként jelenik meg, nagyon sokféle szituációban feldolgozta, ábrázolja. Ez egy nagy témája. Egy másik nagy témája a ház, az otthon, a lakozás, hogy lehet lakni. És ezekhez kapcsolódik egyfajta nyitottság, ami az én számomra talán a legfontosabb az ő munkájában. Tehát, hogy nincs egy nagyon zárt, didaktikusan képviselt mondanivaló,
ezekkel kapcsolatban, hanem újra és újra megnyitja ugyanazokat a témákat, nagyon nyitottan viszonyul a világhoz. Kiemelkedő festőművész. Annak ellenére lett az, hogy más típusú utat járt be, mint a legtöbb festő, tehát ő nem a képzőművészeti egyetemen, vagy akkor még főiskolának hívták, kezdte tanulni a festészetet, de tökéletesen elsajátította a technikai tudást is, és ami fontos, hogy mindig volt egy olyan erős mondani valója, amivel érvényeset tudott kommunikálni a művein keresztül, ez tette igazán jelentős képzőművészé. Szóba kerültek az angyalok, és maradjunk még egy picit a szakralitásnál. Azt mondja, hogy érződik az alkotáson, hogyha van hite az alkotónak. Miből érződik az? Hogy mondjam, ez szintén nehéz válaszolni, illetve vagy könnyű. Tehát, hogy mondjam, a műveknek egyrészt jónak kell lenni. Tehát, hogy mondjam, jó, hát egy olyan munka, amelyik komolyan van véve, és megfestve, és érződik rajta, csak a címválasztáson, hanem egyáltalán az egész munkán, hogy egy teli találat, és érződik azon a, hogy mondjam, az első megérzés, hogy ott minden a helyén van, olyan a kisugárzása. És természetesen ugyanattól, mivel én látok több olyan munkát, mint mellette, akkor még jobban meggyőzőbb is az egész, mert meggyőz arról, hogy komolyan vesz az, amit csinál. Tehát nem egy olyan oda tett valami, hanem látszik, hogy átgondolt, milyen átérzett. Nem biztos, hogy szerintem nem azt jelenti a szakralitás, hogy neki egy vallás, nem tudom, kinek kell lenni, szó nincs erről a szakralitás. A minőséget is jelenti, a szépséget, a nagyon sok minden. Tehát az inkább egy ilyen valami, olyan... Egyfajta szentség. Igen, tehát az egy szent dolog. Tehát az ember azért fest, mert van mondani valója. Ha nincs, akkor nem fest. És ha nem megyek a műterembe, ha nincs mondani valami, ez nem fog állni, és hogy álljon a kezem, hogy na most én most akkor festek valamit, mert valamit kell csinálni. Soha. És akár mi mondanak, hogy na most te Jánoskám, csinálj egy ilyent, és akkor most így, meg így, és akkor holnap. Ez nem működik. Akkor vége lenne, ha így vége lenne, így lenne. És én döntöm el, hogy azt én kicsibe, vagy 2 méteresbe, vagy 4 méteresbe festem meg. Akkor is, hogyha az mindig ott fog állni a műtermemnek a falánál, vagy oda van támasztva, és nem kell senkinek se, az ugyanúgy készült, ugyanolyan nagy belső tűzzel, mint az a kicsi. Esetleg az is ott marad. Szóval ez nem játék. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha most író lennék én, és csak akkor írnék, hogy amikor van mondani valóm. Azért nem fogok firkálni, hogy én most írjak. Jó, voltak ilyenek, akikben volt olyan plusz, hogy írtak is bármit, tehát ez élni kellett. Tehát valami könnyed dolgot, amit tulajdonképpen majdnem olyan, mint a karikatúra a festészet mellett, hogy az ember úgy kirázta a kezébe, mert benne volt az a képesség. Ez még elfogadható, de úgy külön, hogy nem mostan fölkérjenek valamire, ami nekem soha nem jön be, mert nem is akarom, mert tiltakozik minden énem, olyant nem lehet csinálni. Tehát nem engedem magamat megerőszakoltatni. És ez egy fontos dolog. Már csak néhány pillanat van hátra a beszélgetésből. Azon gondolkozom, hogy most mi ég abban a belső tűzben. Hát először is nagyon izgultam, hogy most így meghívtak erre a kis beszélgetésre. Másik, hogy már előkészítettem egy-két olyan kis vásznat, meg nagy vásznat, amit úgy már nézegetek jó ideje, és abban már elkezdődik valami. Tehát amikor az ember rakosgatja, rendezgeti, és mondjam, barátkozik a nézegeti, hogy na most, és nem azért, hogy ezt el kell indulnia valamire, de ez is úgy jön, hogy ez elindul belülről, és akkor kezdődik ez a fixírozás, hogy nem most, akkor most elkezdem, amúgy nem érdekelne, ott van kész. És most úgy tűnik, hogy majd születik valami új, hiszen megint fixírozza a vásznakat.
Nagyon várjuk, hogy láthassuk is. Nagyon szépen köszönöm, hogy... Én nagyon szépen köszönöm én a meghívást. Köszönöm szépen. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!